folytassuk is a harmadik bététellel. Hogyan történhet a személyek emelése targoncával? Milyen követelmények vonatkoznak ez esetben a gépre? Használható-e saját készítésű személyemelő kosár erre a célra? Milyen munkavédelmi előírások vonatkoznak a személy emelésre? Ebben a fejezetben a következő dolgokat fogjuk megbeszélni targoncával történő személyemelés szabályai, gép kialakítására vonatkozó előírások, személyemelő kosár kialakítása rögzítése a gépre, személyemelő kosár használatának szabályai, és az esetleges baleset esetén a dolgozók mentésével fogunk foglalkozni. A targoncával történő személyemelés szabályai. Az emelőgépek biztonsági szabályzata előírja, hogy emelőberendezéssel személyeket emelni csak az erre a célra tervezett és az akkreditált vizsgáló laboratórium által jóváhagyott kiegészítő berendezéssel, illetve az erre az üzemmódra alkalmassá tett emelőberendezéssel szabad. Emellett, ugye az emelt személyekkel haladni szigorúan tilos. Tehát haladni nem haladhatunk a személyekkel, csak föl szabad emelni őket. De közlekedni nem. Nézzük is a gép kialakítására vonatkozó előírásokat. A leesés elleni védelem méretezés 1 méter magas, két soros, 0,5 méternél nem nagyobb osztás közül lábdeszkával ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, Biztonsági hevederzettel, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Mindjárt meg is mutatom nektek a zuhanásgátlót és a hevedert. Tehát így néz ki a biztonsági heveder, amit itt láthatunk a képen. Ez pedig a zuhanásgátló. Ugye ilyen esetekben előzetesen ki kell alakítani, vagy jelölni azokat a teherholdó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja. Az emelőkosár akreditált laboratórium által jóváhagyott, személyek emelésére tervezett, kiegészítő felszereléssel ellátott segédeszköz. A személyemelő kosár kialakítása és rögzítése a gépre. A személyemelő berendezést úgy kell megválasztani, hogy használatakor. A megfelelő berendezéssel kiköszöböljük az emelőkosár vagy az emelő állvány leesésének veszélyét. Megakadályozunk az emelőkosárban lévő személyek megsérülését, illetve beszorulását. Biztosítsuk a berendezés meghibásodása, vagy más ok miatt az emelőkosárban, vagy az emelőállványon maradt személyek biztonságát és kimenekítését. Az emelőkosárban lévő személynek esésgátló felszerelést kell használnia. És akkor most nézzük is meg a személyi használatának szabályait. Ha a személyi emelő rendeltetésszerűen nem alkalmas a munkavégzésre, kis és nagy feszültségű föld szabadvezeték közelében, a biztonsági övezeten belül tilos az emelőgéppel a személyemelés. Tehát magas feszültségű, illetve kis feszültségű vezetékek közelében a biztonsági övezeten belül tilos emelőgéppel a személyemelés, mivel áthúzhat. Az 3. Személyemelővel tilos a gyártó által megengedett mértéken túli teherüzemszerű emelése. Tehát nem lehet túlterhelni ezeket a személy, személyemelő kocsarakat. A magasba emelt személytartót szerkezethez, épülethez rögzíteni, kikötni tilos. Tehát nem szabad ezt a személytartót semmihez se rögzíteni. Tehát ezt úgy értem, hogy épülethez vagy kikötni bárhová. Hanem a géphez szabad rögzíteni csak. Az emelőgépnek nem állandó tartozékát képző személytartót, például a gémszerkezetre függesztett személytartó, csak erre felkészült és kijelölt személyek szerelhetnek fel. Azon kívül senki más nem szerelheti ezt fel. Csak az erre kijelölt és felkészült személyek. Azon kívül tüles még a személy tartóra létrát, dobogót, pódiumot, kilépőt, egyéb magasító, szélesítő járdát, segédeszközt felszerelni. Tehát ezt nem lehet átépíteni, amit itt látunk. Tilos átépíteni. Így adták meg rá az engedélyt, így lehet használni. A személytartó veszélyes térbe kerülését vagy az emelő telepítésével vagy a veszélyforrás megszüntetésével kell megelőzni. Ha a személyemelő kialakítása lehetővé teszi a személytartó leszerelést, a leszedés után az emelőgépet vissza kell állítani teheremelő üzemmódba. Tehát ezt, ha már nem végzünk személyemelést, és terhet szeretnénk vele szállítani, mindent vissza kell állítani az eredeti állapotba. Úgy, ahogy a gyártó meghatározta. Dolgozók mentése. Ha az emelőgép meghibásodás üzemzavar esetére nem rendelkezik saját vészüzemű berendezéssel, a személyi tartó biztonságos helyzetbe hozására, Segédenergiával, vagy kézierővel, vagy gravitációval lehet, tehát leengedjük az olajat akkor a gépből, és akkor szépen lassan lemegy az a kosár. Illetve kell rendelkeznie, hogyha nincs leengedési lehetőség, akkor egyéni mentőkészülékeket kell alkalmazni, tehát önmentőkészülékeket. Ha viszont a személyi tartóban többen tartózkodnak, csak abban az, az esetben elégséges egy önmentő készülék, ha azzal mindenki képes egyenként egymás után bármely helyzetből leereszkedni. Ezek az önmentők alulról vagy felülről újra felhúzhatóknak kell, hogy legyenek. A mentőeszközöket a személytartóban a megfelelően jelzett teherviselő pontokhoz kell erősíteni. És ezt az önmentést időszakonként meg gyakorolni is kell. Annak érdekében, ha egy balesetbe következik, akkor mindenki tudja, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. És ezzel végeztünk is, ezzel a tétellel. Remélem tudtam segíteni, és a képek, amiket bevágtam ide, érthetőek voltak. És közösen megtanultuk ezt a tételt is. Köszönöm a figyelmet!